Azok az ingatlan tulajdonosok, akik 2020-ban ingatlant vásároltak, adtak el, örököltek, használatba vételi engedélyt kaptak, illetve jogerős építkezési engedéllyel rendelkeznek. 2021. január 31-ig ingatlanadó bevallást kellett tenniük. A határidőt a koronavírus járvány miatt március 15-ig meghosszabbították, azonban sokan mostanáig sem tettek eleget ennek a kötelezettségüknek. A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal adó- és illetékügyi alosztályának döntése értelmében a határidőt május 31-ig meghosszabbították. Eddig lehet büntetés nélkül pótolni az elmaradást. Aki ezt nem teszi meg, a törvény értelmében bírságra számíthat. Az ingatlanadó bevallás azért is szükséges, mert ez alapján vetik ki az éves ingatlanadót. A Nagyszombat megye által elindított helyszínre kiszálló oltószolgálat már a Dunaszerdahelyi járásban is elérhető. A mobil oltóegység elsősorban azoknak az időseknek jelent segítséget, akiknek gondot okoz az eljutás a nagy kapacitású oltóközpontba vagy a kórházba. A lehetőséggel a 70 év felettiek, a súlyosan egészségkárosodott 60 év felettiek és az ágyhoz kötött betegek élhetnek. A képernyőn látható mobil számon jelezhetik igényüket az oltásra. A Városi Hivatala a megyei mobil oltóegységeknek helyszínként a Városi Nyugdíjas Klub épületét és a Sikabonyi Közösségi Házat biztosítja. Az ágyhoz kötött betegek otthonukban kapják meg az oltást. A II. Világháború befejezéséről 2021-ben is megemlékeztek városunkban. A koronavírus járvány miatt azonban sok más rendezvényhez hasonlóan csak szerény körülmények között. A 76. évfordulón Dunaszerdahelyen hivatalos rendezvény nem volt, csak koszorúzás. A Szent István téren található mártír emlékműhöz került Hájos Zoltán polgármester, Nagyszombat megye, a főszervező Csallóközi Népművelési Központ, a Szlovákiai Antifasiszta Harcosok Szövetsége területi szervezete és a Matica Szlovenská helyi alapszervezetének koszorúja. A rövid megemlékezés végén a résztvevők elénekelték a szlovák himnuszt. A Bacsák utcai Galeri Nova termeiben nyílt meg M. Kismárti és Bugyát Sándor Növényidő című közös kiállítása, amelynek kurátora Nagy Zsófia. M. Kismárti 6 hónapon keresztül készítette festményeit a kis dunamenti erdőkben. Sokszor egy-egy nehezen észrevehető részletet ábrázolt, amelyek összeállva végül egy erdőt alkotnak. Bugyács Sándor emberközpontú képein az ember érzelmei gyakran a környezetet is uralják, azonban mindemellett megjelenik a természethez való kapcsolódás iránti igény. A tárlat a jelenleg érvényes járványügyi intézkedések értelmében kis csoportokban látogatható május 28-áig, hétfőtől csütörtökig, reggel 8 óra és délután fél 4 között.